R2-vel megyünk. Nagyon rossz most a Mikrópának a rendezése. Két verseny között egy hét időkülönbség van csak. Ezért nem tudtuk a saját autóval megoldani ezt a problémát, úgyhogy béreltünk ide egy Peugeot 208-ast. Hát sok tapasztalatom nincs, ugye ez az első verseny. Gyűjtjük a tapasztalatokat. Teljesen másképp kell vele menni, mint a Clio-val. Nem megyünk vele gyorsan egyáltalán. Folyamatosan vannak fék problémáink. Túl sokat használom a féket. Elmelegszik, elmegy a fék, teljesen beesik. Meg hát volt egy, azt hiszem, egy két perces időbüntetésünk is, úgyhogy nem túl rózsás a helyzet, de még mindig jobb, mint hogyha nulla pontot szereztünk volna. Nagyon nehéz verseny, tehát iszonyatosan eszi a féket, iszonyatosan eszi az autót, és nagyon kell koncentrálni. Nagyon könnyű beesni, nagyon könnyű hibázni. Yeah.
Hát ez az egyetlen pozitívum, hogy célba értünk, és azon kívül semmi. Tehát egy nagyon nehéz verseny, és volt gondunk bőven. Volt fél problémánk, elhagytuk a menetlevelet, amire vissza kellett szaladni, kaptunk 2 perc időbüntetést. Tehát azért történtek velünk olyan dolgok, amik eddig soha, most így minden összejött egyszerre.